Hát igyekszünk ráhangolódni a közelgő kolozsvári Magyar Napokra, és műsorainkban naponta ismertetjük a várható eseményeket. Hát ma az ifjúsági programok felől érdeklődünk, és az önkéntes toborzásról fogunk beszélgetni. Vendégeim a stúdióban Andas Zsolt Levente, aki az önkéntesek programjával foglalkozik, és egyébként az erdélyi, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatói önkormányzatának elnöke. Üdvözöllek! Üdvözöllek! És jelen van itt velünk Lőrinc István Zoltán, aki viszont az ifjúsági programokért felel, a KMDS, a Kolozsvári Magyar Diákszövetségnek az elnöke. Igen. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek. Nos, hát kezdjük akkor az ifjúsági programokkal, hogy mivel készül az idén a KMDS. Hát most már harmadik éve, hogy megszervezzük, az úgymond egy ilyen helyszínt szervezünk az ifjúsági szervezetekkel, úgynevezett ifjúsági pavilont, ahova megpróbáljuk minél jobban bevonni a kolozsvári és környéki ifjúsági szervezeteket. Próbálunk minden évben egy tematikát adni ennek az ifjúsági pavilonnak. Az idén, úgymond, mivel ilyen sok fesztivál van most már napjainkban, és ekkora érdeklődésnek örvend, ezért úgy gondoltuk, hogy megérdemel egy ilyen tematikát az ifi pavilon, hogy próbáljuk a fesztiválok köré építeni, és főként az lesz a célja az egész ifi pavilonnak, olyan előadásokat megpróbálunk lehozni, hogy minden különféle fesztiváloktól meghívunk embereket, akik egy kicsit bemutathatják, hogy miről is szól az ő fesztiváljuk, hogyan is működik náluk, hogy megy a szervezés náluk, hogy mennek az önkéntesek náluk, stb. Stb. Tehát ezért olvashattunk ilyen címeket a programban a Kolozsvári Magyar Napok honlapján, hogy előadás lesz tusványos címmel, a Vibe Fesztivált is kiemelten, majd fölhozzátok témaként, illetve a Jazz in the Park is szerepel a programban. Igen, megpróbáltuk a erdélyi szinten minél több fesztivált elérni olyan szinten, hogy minél színesebb legyen a paletta, amit tudunk nyújtani az érdeklődő fiatalok, vagy akár nem fiatalok részére, és sikerült határon túlra is elnyúlni, hiszen van két nagyon jó partnerünk Magyarországon, az EFOT Fesztivál és a Campus Fesztivál, és szerencsére ők is visszajelzték, hogy el tudnak jönni, és be tudnak mutatni egy olyan fesztivál nézetet, amivel nem találkoztunk mi még erdélyek, mivel hogy Magyarországi teljesen más környezet, teljesen más igények, teljesen mások az emberek, úgyhogy mindenképp színes paletta lesz. És ezeket így összevetni érdekes lehet. Illetve volt egy olyan előadás cím is, most nem tudom, hogy a KMDS foglalkozik-e vele, hogy Fesztivál Divat. Igen, megpróbáltunk ez a mai napokban, ugye mai időben nagyon fontos az, hogy egy fesztiválon akár, hogy milyen divatot követnek, akár vagy mint fesztivál, vagy akár mint résztvevők az emberek, és megpróbáltuk ezt is behozni egy kicsit ide a Kolozsvár központjába. Emellett még rengeteg számos program lesz, ami akár állandó program lesznek, fotókiállítások, akik ifjúsági személyek, ilyen ifjúsági meghatározó személyei tartanak előadásokat. Megnyitón például Illés Boglárkát is köszönhetjük, aki fog tartani volt egy ifjúsági kutatás a Kárpát-medencében, amit be fog mutatni egy ilyen rövid előadásban, és nagyon sok érdekes információt tudtak meg, amit most bemutatnak a kolozsvári közönségnek is. És ugye a fiatalokat nem csak nézőként, érdeklődőként várjátok a fesztiválra, hiszen munka is adódik a számukra. Idén is Andas Zsolt Levente foglalkozik az önkéntesekkel. Hát mit kell tudni erről a programról, kiket, hova vártok, mit kell vállalnia annak, aki esetleg bekapcsolódik ebbe a munkába? Hát mi minden segítőkezet nagy szeretettel várunk a Magyar Napokra, mivel az önkéntesek az egyik alapillére az egész Magyar Napoknak. Úgy fesztivál előtt, fesztivál közben, mint fesztivál vége fele is. Ők mozgatnak mindent, ők mozgatják az egész fesztivált, és ők építik fel ezt. És azt jelenti, hogy már elkezdődött a munka velük, illetve már fogadjátok a jelentkezőket bizonyára. Igen, már egy jó ideje fogadjuk a jelentkezőket, lehet regisztrálni online, és már vannak olyan emberek, akik már elkezdték a munkát, és segítenek a Kolozsvár központjába plakátolni, úgymond. És elég sok munka lesz a fesztivál ideje alatt is. Én, ha jól emlékszem, tavaly is egy olyan 150-200 emberre számítottatok. Ez az idén hogy alakul? Igen, általában nagyon nagy a túljelentkezés, egy nagyon népszerű esemény a Kolozsvári Magyar Napok itt Kolozsvár központjában, ezért nagyon sokan jelentkeznek,
sajnos nem tudunk mindenkit elfogadni, de általában is nagy részt egy olyan 150-200 fővel szoktunk dolgozni. És hogy szűritek meg a jelentkezőket? Hát vannak olyanok, akik visszatérnek, és akiket már jól ismerünk. Róluk tudjuk, hogy hova lehetne beosztani, úgyhogy általában ők prioritást élveznek. Meg ezt nem szoktuk felfedni a nagy közönség előtt, hogy hogy működik a szelektálás, de a koordinátor csapattal szoktunk leülni és végignézni. Van ilyen, hogy kitöltik, hogy milyen tapasztalataik vannak, és ezek előnyt jelentenek nálunk. És nyilván, hogy aki már részt vett korábban is ebben a munkában, annak sokkal könnyebb az együttműködés is a főszervezőkkel, illetve maga a munka elvégzése. De hát ezek mennyire nagy kihívást jelentenek a fiatalok számára? Úgy van az elosztás, hogy kisebb csoportokra van osztva, ezért mindenkinek van egy koordinátora, aki megmondja nekik, hogy pontosan miben is tudnak segíteni, így sokkal hatékonyabb a munka, mint hogy odaengedjük a 200 embert, és csinálják meg nekünk a magyar napokat. És van egy előzetes felkészítő a számukra? Igen, miután lejárul a jelentkezés, utána lesz egy találkozás az összes önkéntessel, bemutatjuk, hogy ki kinek a koordinátora, és ki mivel fog foglalkozni. És akkor ez így működik, mint a karikacsapás, az kellene. De ugye egyébként az esemény lejárta után szoktatok szervezni egy kiértékelőt, vagy a visszajelzések alapján egy újragondolását az esetleges munkaleosztásnak? Hogy lezárulnak a magyar napok, nekünk ez nem vasárnap, hanem hétfő-kedden. Utána van egy önkénteses buli, úgymond, és kiértékelő, és utána természetesen a koordinátorokkal is alaposan átbeszéljük az egész hetes tevékenységet, hogy mivel tudjuk a jövő évben jobban teljesíteni. És nagyjából melyek a leggyakrabban előforduló feladatok? Tehát, hogy jelen lenni egy rendezvényen, esetleg az érdeklődőknek a segítségére lenni, a nézőknek a segítségére lenni, vagy hogy képzeljük el, hogy mi az, amire a legtöbb fiatal jelentkezhet? A legkedveltebb munkacsoport úgymond az a rohamcsapat. Ez nagyjából fiúkból áll, és szó szerint ők mozgatnak mindent, amit a fesztivál ideje alatt mozgatni kell. Ők építik fel az egészet, és ők bontják le. De emellett még vannak helyszíni felügyeletek, ahol lehet segíteni. Tehát a terek kialakítása, a nézőtér meg hasonlók. Hát a rohamcsapat annak gyorsan és azonnal és pontosan kell működnie. Visszatérve az ifjúsági programokra, hogy általában az eddigi tapasztalat alapján mi az, aminek a legnagyobb vonzereje van, illetve amikor évente újra kell szervezni egy ifjúsági programot, melyek a kiinduló pontok ilyenkor, vagy milyen szempontok alapján áll össze? Olyan világot élünk véleményem szerint, hogy most már minden évnek van egy külön tematikája, vagy adhatunk egy olyan tematikát, ami az ifjúság közelében van valamilyen szinten, és mindig megpróbáljuk ezt úgy kiválasztani, hogy minél egy ifjúságcentrikusabb téma legyen, minél több emberhez eljusson, minél inkább a jelenben legyen róla szó, hiszen mindig az aktuális problémák érdeklik az ifjúságot is ugyanúgy, és nagyon szeretik általában, hogyha az aktuális problémákra válaszokat kaphatnak, akár egy előadás terén, vagy akár egy olyan rendezvényen, ami tematika köré épül. És akkor így jött be a fesztiválozás az idén? Igen, így próbáltuk, hogy mivel idén rengeteg új fesztivál van Erdély szintjén, és rengeteg érdeklődés van még ennek ellenére is, hogy milyen sok fesztivál van, mindenképp megpróbáltuk egy olyan témát, és úgy gondoltuk, hogy ez a fesztivál akkor legyen az idei év tematikája. Egyébként láttam a teljes ifjúsági programsor keretében egy olyan előadás sorozatot, aminek az a címe, hogy Felnőtté képzés, és utána olvasva láttam azt, hogy itt olyan beszélgetések zajlanak majd, amelyek a felnőttekké vált fiataloknak segítenek az ügyintézésben, ismertetik velük az állampolgári jogaikat, kötelességeiket, szóval hogy ez is úgy nagyon érdekesnek tűnt az egészben, meg társasjáték bajnokság is lesz, anyanyelvi bajnokság, ökumenikus ifjúsági istentisztelet, nem tudom, erről tudtok-e valamit mondani, de nagyon érdekes új programpontok is szerepelnek az idén. No, és még azt is szerettem volna megkérdezni, hogy a KMDSZ talán korábban foglalkozott azzal, hogy az elsőéves egyetemistákkal a Magyar Napok idején ismerteti meg ugye a várost, meg a fontosabb pontjait az ifjúság számára. Ez most is működik? Most lesz a 6. éve, hogy a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség megszervezi a nyári egyetemet. Úgymond minden elsőéves, a fő célközönségünk azok az elsőéves diákok, mindegy, hogy milyen szakon.
A mellék úgymond van egy ilyen része is, hogy a középiskolásokat is szívesen látjuk, akár hogy kicsit kóstoljanak bele a kolozsvári életbe, lássák, hogy milyen pezsgés van itt Kolozsváron, és majd később ide jöjjenek egyetemre. Ez persze idén is meg lesz szervezve, most már javában zajlik a jelentkezés, és mindenképp megtartottuk azt a rendszert, hogy a kolozsvári Magyar Napok ideje alatt szervezzük, annak ellenére, hogy még az önkéntes koordinációval is foglalkozunk. Hát, hogy ez olyankor sok a munka, igen, sok a munka minden szinten. A rendezvény egy olyan pezsgést ad Kolozsvárnak, és úgymond egy olyan csillogást ad egy ifjúság. Vonzerőt. Igen, egy vonzerőt ad egy friss egyetemista, aki még most akarja megismerni Kolozsvárt, rengeteg mindent megtudhat, rengeteg információt, rengeteg embert megismerhet, és mindenképpen úgy akarjuk, hogy ez egy pozitív élményben részesüljenek az által, hogy feljönnek Kolozsvárra. magyarnapok.ro, ez az az oldal cím, ahol több mindent megtudhatnak az ifjúsági programokról, az önkénteseknek pedig ugyanitt kell jelentkezniük? Igen, és megtalálják a jelentkezési űrlapot a KMDS Facebook oldalán. Jó, Andar Zsolt, Levente és Lőrinc István Zoltán, köszönöm szépen ezeket a beszámolókat.